to first hello. She gave a meaning to this empty world of mine. But never me, another love, another time. She came into my life and made a living fine. Kántor koncertnek adott otthont a kiskunhalsi zsinagóga. A fellépők között ott volt Ráb Gábor is, aki barátait hívta össze egy igazi öröméneklésre. Már régóta ismerjük egymást, mind az Imivel, mind pedig a Mikivel. Egy egyetemre jártunk, kántorszakra. Már gyakorlatilag 3 éve énekelünk együtt és zenélünk együtt, úgyhogy innen az ismeretség. A mai koncertnek a tematikája musicalek, filmzenék és populáris zsidó dallamok, úgyhogy ilyen dallamokat választottunk már. A koncert különlegessége az volt, hogy a fellépők élő hangszeres kísérettel álltak közönség elé. Az énekesek és a koncert zongoristája is egyetértett abban, hogy ez komoly összhangot igényel. Sokkal rugalmasabban lehet segíteni nekik, bármi van. Tehát egy alappal való kísérletben ott nincs mese, az vagy megy, vagy nem megy. Úgyhogy ilyenkor, mivel hát együtt dolgozunk és a tanárok is vagyok, tehát ez egy összeszokás mindenkinek saját habitusához, vérmérsékletéhez és a tempókhoz. És közben is figyelni kell, hogy na, mi van közben, valami esetleg hangjával van, vagy esetleg ugrani kell utána, tehát ez az élő kísérletnél jobb nincs ilyen szempontból. A halasi koncert repertoárja igen széles körűre sikerült, így az énekeseknek sok gyakorlásra volt szükségük a tökéletes végeredmény érdekében. Ez egy igen komoly felkészülés volt, nagyjából már azért egy hónappal ezelőtt megkezdtük a felkészülést. Nagyon jó volt, nagyon jó hangulatban telt. Próbáltunk olyan számokat és műsort elhozni, ami betekintés nyer a őszi nagy ünnepekbe, és azt megelőző szlihot imádságból lesznek részletek. Én azt gondolom, hogy bármilyen esemény, ami embereket a kultúrához, hagyományoz, bármihez tud közelíteni, meg ami összehoz embereket, az nagyon fontos manapság. Én másodszorra lépek fel itt a kiskunhalasi zsidó napokon, tehát én 2 évvel ezelőtt jártam itt már egyszer, akkor is nagyon-nagyon jó volt a hangulat, a fogadtatás, tehát mindig azt hiszem, hogy szívesen jövök ide, és más helyeken is egyébként azt látom, hogy a vidéken nagyon értékelik a kultúrát és a jó produkciókat.